Ez az a fotó, amely október 6-án megjelent Rácznéföldi Judit privát közösségi oldalán, a DK-s politikus mellett a képen szerepel Márton Roland az MSZP, valamint Fazakas Attila, a Jobbik képviselője, és ifjabb Balsai István, aki mögé összezárhat az ellenzék. A hírlap mai számában arról ír, hogy ifjabb Balsai István lehet a 2019-es helyhatósági választások székesfehérvári ellenzéki polgármester jelöltje. Két hónappal ezelőtt hozott az itteni párt olyan határozatot, hogy azt szeretnék, hogyha én induljak. Rácznéföldi Judit úgy tudja, hogy a DK arról döntött, hogy ő legyen a közös jelölt. A politikus azt mondja, nem titok, hogy egységes személyben gondolkodik az ellenzék. Szeretnénk a Hódmezővásárhelyi, illetve a Szombathelyi példát követni. Nem egy pártrendszer van, tehát hogy én elhiszem, hogy most kiakadás van a jobb oldalon, de nem egy pártrendszerben élünk ma Magyarországon, és azt gondolom, hogy joga van minden ellenzéki pártnak jelöltet indítania. Az, hogy a szóbeszéd pedig milyen neveket hoz fel, az érintetteket kellene megkérdezni szerintem. Az én tudomásom az, hogy a DK kampányol amellett, hogy egy jelölt legyen. Igazából ennyit tudok elmondani. Nevek esetleg felmerültek, vagy több név is szóba került? Persze, mind. Tehát hónapok óta beszélgetünk nevekről. Elég korai szerintem, még egy év van az önkormányzati választásokig, elég korai. Én nem tudom, hogy ez most miért lett ekkora szenzáció. Azt gondolom, hogy azzal kellene foglalkozni például, hogy a lakástámogatásokat megszünteti a kormány. Egyéb más probléma van, nem értem, hogy ez most miért lett ekkora nagy szenzáció, hogy az ellenzéki oldalon jelöltek nevei felmerülnek. Gondolom, hogy a fotó miatt, amin ugye megjelent egy független személy, és mellette a DK, a Jobbik és az MSZP emblematikus képviselői. Hát azt a fotót konkrétan én posztoltam ki a saját magán Facebook oldalamra. Ezt a fotót méltatlanul hozták le a mai hírlapban, tehát Mészáros Lőrinc lapjában. Azt a szöveget, amit a fotó fölé posztoltam, azt elfelejtették lehozni. Ez egy Hérosz által szervezett, Állatok Világnapjára szervezett séta volt az állatokért, és elég méltatlan, hogy egy ilyen fotót leszednek a magánoldalamról, és olyan minősítésben hozzák le, amilyenben lehozták. Az ellenzéki erők együttműködésében látják a változást a fehérváriak, ezt mondja Márton Roland, az MSZP városi elnöke. Oktatás, egészségügy, közösségi közlekedés, a szocialista politikus szerint ezeken a területeken érzékelhető problémákat kívánják kezelni, melyhez program is társul. Azt, hogy ki az a jelölt, aki mögé felsorakoznak majd, nem nevezte meg Márton Roland, azonban nem is cáfolta ifjabb Balsai jelöltségét. E mögé, a program mögé keressük az együttműködést, és keressünk polgármester jelöltet is. Én azt gondolom, hogy amint itt van az ideje ennek, és ezek az előkészületek lezárultak, akkor be fogjuk tudni mutatni mindenkinek, minden egyes székesfehérváriának a polgármester jelöltet és az ellenzéki egyes önkormányzati helyeknek a jelöltjeit. Ez elképzelhető, hogy ifjabb Balsai István lesz? Mondom még egyszer, hogy nincs még ennek itt az ideje. Először még a város politikai tartalmakat egyeztetjük, és amint ezeket az előkészítő munkákat elvégeztük, akkor az egységes ellenzék az elő fog lépni. Van mondani valónk, van üzenetünk a székesfehérváriaknak, és ezt Töviről Hegyire minden egyes székesfehérváriának el fogjuk mondani, és be fogjuk mutatni. Akkor a felmerülő nevek között szerepel az ő neve? Nézze, értem, hogy ez most nagyon foglalkoztatja a fideszes városvezetőket, hogy mi ez a nagy mozgás az ellenzéki oldalon, de ez elsősorban nem a székesfehérvári Fideszről szól, hanem Székesfehérvárról. Azt gondoljuk, hogy az egészségügy, az oktatás és a fehérváriak minden nap életét érintő problémák megoldása az együttműködést kíván minden fehérváritól, minden változást akarótól, és ez a munka, ez már folyik, ez már hónapok óta, évek óta tart Székesfehérváron, és amint kézzel fogható és egységes eredményünk van, akkor ezt még egyszer mondom, minden fehérvárinak be fogjuk mutatni. Fazakas Attila, a Jobbik képviselője szerint pedig a felvétel jelenleg csak egy kép és nem több. Megjelent egy közösségi oldalon egy fotó, megtettem azt a idézőben nagy hibát, hogy a kislányommal kimentem október 6-án este a Hérosz által szervezett
Állatok Világnapja kapcsán egy rendezvényre. Ott készítették ezt a fotót, ráadásul sajnálatos módon eléggé rossz indulaton jelent meg ez a cikk, hiszen oly azt sejteti, mintha ez lett volna a legfontosabb esemény október 6-a kapcsán, miközben én magam is több rendezvényen vettem részt, ami az október 6-a gyásznapot illeti. Ami a konkrét kérdést illeti, az, hogy milyen formában indul a Jobbik Székesfehérváron, az még nincs eldöntve, tehát nem is beszélhetünk polgármester jelöltről, miközben, tehát főleg annak tudatában, hogy a Székesfehérvári alapszervezetnek nincs kifejezett álláspontja jelenleg ezzel a történettel kapcsolatban, ugyanúgy, ahogy jelenleg még nincs meg a 14 jelölt sem. Azt azért illik tudni, és tudjuk Székesfehérváron, hogy az összellenzéki oldalnak több szavazata van Fehérváron, mint a jelenlegi kormányzó pártnak, de ez jelenleg csak egy kép, semmi több. Tehát akkor elképzelhetetlen mondjuk a DK Jobbik MSZP együttműködése, vagy ez még a jövő zenéje? Én úgy gondolom, hogy mi jelenleg azzal foglalkozunk, hogy programot írunk. Én magam rengeteg szakértővel találkozom, mert rengeteg probléma van a városban, lásd közlekedés, lásd oktatás, de ha nemzeti témákhoz nyúlok, akkor akár a nemzeti emlékhelynek a helyzete, de akár említhetném a magyar-magyar kapcsolatokat is, amit szerintem sokkal-sokkal jobban lehetne csinálni. Innentől kezdve rengeteg témával foglalkozunk. Ha lesz ezzel kapcsolatosan álláspontunk, a Jobbik Székesfehérvári Alapszervezet megnevezi a polgármester jelöltjét és megnevezi a képviselőket, akkor természetesen állunk mindenkinek a rendelkezésére. Kérdésünkre, hogy akár támogatható jelöltnek tartja-e a Jobbik ifjabb Balsai Istvánt, a városi elnök úgy fogalmazott, ifjabb Balsai István természetesen ismeri a városból, de nem szeretne erről nyilatkozni, mert felelőtlenség lenne a részéről, hiszen nincs erre vonatkozó határozott döntésük még. A hírlap cikke szerint ifjabb Balsai megállapodott a DK-MSZP Jobbik helyi csoportjával. Ifjabb Balsai Istvánt megkereste a Fehérvár Televízió, kérdésünkre elmondta, ilyen megállapodást nincs, hivatalosan jelen pillanatban nem polgármester jelölt. Megjegyezte azt is, hogy nehezményezi, hogy magánszemélyként az engedélye nélkül hozták nyilvánosságra az ő személyét érintő fényképet és tartalmat. Hivatalosan nem vagyok polgármester jelölt jelen pillanatban, így közszereplő sem, tehát itt is szeretném jelezni, hogy nehezményezem, hogy magánszemélyként az engedélyem nélkül nyilvánosságra hoztak olyan tartalmakat, amelyben egyértelműen rámutaló fénykép és leírás található. Tehát hivatalosan nem vagyok polgármester jelölt, ezt tudom megerősíteni. A hivatalosan nem, az még azért beszédesnek tűnik nekem most. Elképzelhető, hogy ilyen jellegű megállapodás születik? Hát úgy gondolom, hogy minden pártnak és társadalmi szervezetnek meg kell hagyni azt a jogot, hogy saját maga jelöljön személyeket, saját maga döntsön arról, hogy milyen választási szerkezetben és személyekkel kíván részt venni a következő önkormányzati választásokon. Úgy gondolom, hogy ezt egy alulról építkező, demokratikus módon kell meghagyni ezeknek a társadalmi szervezeteknek, hogy ők maguk megtárgyalják, visszacsatolják és eldöntsék. Tehát nagyon antidemokratikusnak tartom azt az eljárást, amelynek során egy másik párt nyilatkozik egy előző párt nevében, hogy ő kit és hogyan akar jelölni. De nem szeretnék semmilyen szinten, sem most, sem később ilyen személyeskedő vitákba semmilyen szinten belemenni. Ha lesz hivatalos felkérés, akkor megtisztelve elvállalnám, mert véleményem szerint is változásra van szükség. A jelenlegi rendszer fenntarthatatlan növekedési filozófiák mellett félelemre és kiszolgáltatottságra építve igazságtalan és hazug, és ennek Székesfehérváron is érezhetjük és láthatjuk a vetületét. A város nem teljesíti kielégítően a feladatát a közszolgáltatásokban és az infrastruktúra működtetésében.
illetve úgy látom én is, hogy tudatosan sorvasztja és a közgazdasági szűkösség irányába tolja ezeket a rendszereket, ahol az általa ellenőrzött módon kontroll nélkül irányíthatja magához a közvagyont és a közpénzeket. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell változtatni, és úgy gondolom, hogy ezt meg is lehet változtatni, és amennyiben hát jelölés engem találna meg, akkor szívesen lennék ez a változás, ez a lehetőség. Arra a kérdésre, hogy a városban a jobboldali körökben jól csengő Balsai név mögé rendeződne az ellenzék, az érintett úgy fogalmazott, igyekszik megkülönböztetni magát, az ő fiát is így hívják, nevet változtatni nem fog.